Így nézett ki március elején a Vörösmező és Gátőr utca kereszteződésében álló épület. Mára a külső homlokzatot megtisztították a borostyántól, és a parkoló felüli területet is rendezték. A körzet önkormányzati képviselője, aki egyben a Szolnokváros fejlődéséért egyesület vezetője is, a helyszínen beszélt a felújításról. Körülbelül olyan 70 köbméternyi föld volt, amit el kellett innen szállítatni, és pótoltuk egy 50 köbméternyi friss földdel, majd ezután következett a örökzöld terülő cserjéknek a beültetésével, illetve a mögöttem lévő területen a fűmagnak az elvetésével. Sok segítséget kaptak és kapnak helyi vállalkozóktól. A teljes belső festéssel kész vagyunk, jelenleg villanyszerelők dolgoznak az épületen, körülbelül a jövő hét közepére kész is lesznek. Ezen kívül kőműveseket várunk még, mert kialakításra kerül két WC mosdóval. A közösségi házba új radiátorokat és nagyobb teljesítményű kazánt is szereltek. A hatalmas belső tér a klubok fogadása mellett rendezvényeknek is otthont adhat. Ez egy működő, üzemképes hűtőkamra. Ennek az adja az értékét, hogy a későbbiek folyamán akár vállalati rendezvények, esküvők esetén tudjuk hűteni az ételeket, italokat. Ez pedig itt már az a hatalmas zöld terület, ahol játszótér lesz. Ide pedig mini kreszparkot terveznek, amíg a szülők a benti programokon vesznek részt, a gyerekek lekerített, biztonságos helyen tudnak kerékpározni. Brüsszeli és luxemburgi adományozók jóvoltából a szükséges eszközök már az egyik raktárban vannak. A veszélyhelyzet miatt ugyan még nem üzemelhet közösségi házként a felújított épület. Az egyesület azonban felajánlotta a belső teret a polgármesteri hivatal védekezési munkáinak segítésére.